Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Tűzkő Sándor, a Vörösmarty Színház színművésze. Szervusz, tisztette, köszöntelek. Szervusz, én is köszöntöm. A felütés legyen az, hogy előbb pehely, aztán bajusz. Ez egy jászságból származó mondás. Most megfogtál, ezt nem ismertem. Van egyébként nagyon sok ilyen jászkönyvem, jelentek meg, szólások, ételek, ezeket mindig gyűjtöm, meg van otthon. Ezt mert hogy ez a név jászárok szállási név, és abból ott van jó néhány. Ugye te már Budapesten születtél, de a szüleid a jászságból származnak. És hát azért a jászsági gyökerek nagyon-nagyon fontosak nyilván. A szülőknek minden bizonnyal. Nekem is, ez mindig fontos volt. Ők nem mondták, hogy ez valami, ez egy fontos identitás neked, és ezt őrizd meg. Nem volt ez külön program otthon, de nagyon sokat jártunk le. Aztán, hogy teltek az évek, valahogy bennem is egyre erősebb lett, és most már szoktam mondogatni otthon is a családomban, hogy én jász vagyok, meg a jászságról nagyon sokat mesélek a gyerekeimnek, meg a páromnak, aki pécsi. Nyilván egy városból jövő embernek nem olyan fontos. Szerintem minél kisebb a közösség, onnan származik valaki, annál fontosabb ez az identitás tudat, és ez nem durván, mert nem tudok minden közmondást, de, vagy szólást, de fontos lett az életemben, igen, maradt. Számtalan volt egyébként, de ez megragadott bennem, annál is inkább ugye ez az ember folyamatos fejlődésére is utal nyilvánvaló. Hát aztán a pehely, hát ugye te már Budapesten születtél, aztán mikor már serkent a bajuszod, gondoltad úgy, és én azt gondolom meglehetősen későn, 22 esztendősen, hogy szeretnél színészettel foglalkozni. Honnét jött ez a gondolat? Tényleg későnek tűnik innen, sőt, akkor is nagyon későnek tűnt. Katona voltam, én még voltam sorkatona, az ugrik be most elsőre, és ez egy olyan fontos volt, és az őrtoronyban volt egy ilyen kis füzetem, amit mindig fölvittem magammal. 18 éves vagyok ekkor, nem tudom, mit akarok még csinálni. És ott abban a füzetben leírtam azokat, amik olyan fontosak, amikről úgy éreztem, hogy előre vittek eddig engem. És akkor sportoltam, föl volt írva ebbe a füzetbe az is, hogy sport. Azt már láttam, hogy nem leszek válogatott kézilabdázó. Gratulálunk nekik most, megvertük Izlandot egyébként. Igen. Azt láttam, hogy nem leszek válogatott kézilabdázó, de ebben a füzetben nagyon fontos helyen szerepeltek a művészetek. Zenélgettem is, vagy szerettem volna, hogy dobos, az nem jött össze, mert van egy dobszerkóm otthon. Fölírtam a képzőművészetet is, rajzolgattam, a színházat nem írtam föl ebbe a füzetbe, de a művészetek azok nagyon vonzottak. Sokat jártam mondjuk múzeumban, az átlagosnál többet jártam, mint egy 18 éves ember. És ezeket ott összegeztem, meg sűrítettem, de a színház nem volt odaírva, ez tény. És akkor ezt én kutattam. Utána elkezdtem dolgozni a civil életben, és hát egyébként a katonaságnál is mondták nekem, ez most ugrott be, hogy te színész vagy-e. Elég sokat öltöztem, beöltöztem amerikai katonának, erre emlékszem, határozottan emlékszem. Most, tényleg vannak ilyen érdekes történetek, hogy harcászkodunk az árokban, és akkor én a Marlborót ide föltettem a kalapomba, hogy a filmekben ezt látjuk, amerikai filmekben, a sisakomra, és akkor azt mondom, furcsa volt, de ezt nem kötöttem össze a színházzal. Valószínűleg ez annak a jele volt már akkor is. Nagyon sokat bóckodtam, szórakoztattam a többieket, és akkor ezt mondták nekem, hogy te színész vagy, de akkor még mindig nem ugrott ez be. És akkor eltelt 2-3 év, volt egy meghallgatás egy színi iskolába, és oda elmentem. Valószínűleg az is egy ilyen próbálkozás volt, egy ilyen kutatásnak a része. Valaki biztatott? Nem. Meghallottam a rádióba ezt, hogy egy színi iskola indul, és oda is elmentem, mint ahogy elég nyitottan éltem, és elmentem mindenféle helyekre, mondjuk a buddhistákhoz is bementem néha meg mindenféle. Ugye számtalan tanoda volt az életedben, de a fontos az mégiscsak Nyíregyháza. Az Nyíregyháza, így van. Nekünk, vagyis hát én mondom nekünk itt székesfehérváriként, de egy pesti srácnak is a Nyíregyháza világ vége. Nagyon az volt, ez így van, de volt ott egy név, a Vereves István, aki akkor ott igazgató lett, és csupa jókat hallottunk róla, és a Pesten egy stúdióba jártam, az RS9-be éppen, akkor, amikor ez elhangzott, hogy stúdiót hirdetnek fiataloknak. Ingyenes volt, ez elég fontos momentum volt, sőt, ösztöndíjat fizettek azért, hogy mi akkor ott esténként játszunk. Meg hát a Verebes neve az elég erős volt már akkor is, ott 94-ben történt. Olyannyira, hogy otthonodul választottad, hiszen 3 esztendőt ott töltöttél. Igen. Utána a színházban. Igen, és akkor az jó tanuló pénz volt az időszak? Az nekem a egészen Székesfehérvárig, mondhatom, hogy az jelentette a színházat.
az jelentette azt, amihez képest utána meghatároztam mindenféle előadást, színházat. Nem csak azért, mert az első volt, tényleg nagyon erős társulat volt, és nagyon jó közösség. Azért, mert ugye a mai színészek, jó néhányukkal beszélgettem, tehát a fiatalokkal, akik a Színművészeti Egyetemen végeztek, vagy Kaposváron, tulajdonképpen mindegy, de mindenki Pestre vágyik, holott a többség, tehát a középkorú színészek is azt mondják, hogy óriási szerencse, hogy annak idején vidékre kerültek, mert hogy Pesten olyan a repertoár egy-egy színháznál, hogy abból nem lehet kitörni, és akkor úgy marad valaki. Ha pedig vidékre kerül, akkor óhatatlanul is nagyon sok szerepkörben kipróbálhatja magát, hiszen a népszínházi jelleg adott. Ez abszolút így van, és ez ott ki is derült rögtön. Én egy alternatív színházból mentem ugye oda le, az RS9-ből, tehát rengeteg hiányosságom volt, meg rengeteg mindent nem tudtam a színházról, és ott tényleg játszottunk mindent. Persze ez így volt. Ugye Verebes Istvánt említetted, ki volt még, akire úgy emlékszed, hogy megnevezheted, mint mestered? Osztályok alakultak, én 4-5 fős csoportokban dolgoztunk, és az én osztályfőnököm Pregicel Fruzsi volt. Nagyon régen találkoztam vele, tényleg, talán azóta nem is személyesen. És őt mindenképpen, meg az egész társulat, akik akkor ott vezető színészek voltak, Gazsó Gyuri, Csoma Judit. Tehát az indulás az mindenképpen meghatározó, ez minden hivatásban így van. És nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert hogy nem volt tudatos, tehát nem választottam ki azt a színházat, ami nekem a legjobb lesz majd. Nagyon kevesen csinálják ezt szerintem, eléggé dobál minket a véletlen, de nekem ez egy nagyon jó. És amikor, ha azt mondod, ugye úgy fogalmaztál, hogy az elkísér máig, akkor miért volt szükség a váltásra három esztendő múltán? Egerbe kerültél. Igen, nagyon egyszerű okom, volt egy barátnőm, igen, az ember nem mindig szakmailag dönt, volt egy barátnőm, akivel nem tudtunk egy helyre szerződni, ő Szolnokon volt, én Nyíregyházán, és Egerben adódott egy olyan lehetőség, ahol mind a ketten le tudtunk szerződni, és akkor ez elég fontosnak tűnt a vonatozások után, meg a távkapcsolat után. Tehát a párhuzamosok is találkoznak. Így van, végül is igen. Aztán a szabadúszásról beszéljünk még egy kicsit, hiszen a szabadúszást azt kiki másként jellemzi. Ez szükségből voltál szabadúszó, vagy a saját döntésed volt? Igen, azt szoktam mondani, hogy szabadfuldokló. Amikor valakinek nincs munkája, az is szabadúszónak hívja magát. Sokszor ez szabadfuldoklást jelent, mert nem tud leszerződni valahová. Ez nálam is így történt. A szabadúszó rész, ez az Eger utáni állapot, ugye? Ott volt, ott 2 évig nem volt színházam. Az nagyon egyszerű, én akkor az Egerből nem magamtól jöttem, hanem elküldtek, megszűnt a szerződésem, és akkor 2 évig visszamentem az alternatív életbe, és megjátszottam Tatabányán is. Milyen szerepek találtak meg az első időszakban? Olyanok, amelyek illettek hozzád, vagy pedig néha-néha meg kellett erőszakolni önmagad, hogy a fejlődés érdekében nyilván? Meg kellett erőszakolnom önmagam. Igen, a nagy színházakban, kőszínházakban szerintem, és erre figyelmeztettek, amikor eljöttem az alternatív életből, eléggé fizikumra osztják a szerepet, amit képvisel egy ember fizikuma, amit képvisel a habitusa. Kb. Ugyanazokat játszottam, fiatal katonatiszteket, valószínűleg ez a kiállásomból adódott, és azok voltak. Főleg, de szerintem ez az abszurd humor, ez akkor is megtalált, és annak nagyon hálás voltam, hogyha egy abszurd darabba bekerültem, és használták azt az oldalamat, amit most is nagyon szeretek, az abszurd humor, az szerintem az a csúcs színpadon. 2005 volt az a nagyon-nagyon fontos pillanat, hiszen most már másfél évtizede itt vagy velünk, nekünk. Kihívott a Vörösmarty Színházba, hiszen azóta volt számtalan rendező, számtalan éra, és itt vagy velünk. Mint mondtam, az alternatív életbe mentem vissza, RS9-ben játszottam éppen akkor, és a Kolos István, aki a Szurdival csinált itt színházat, ő volt itt akkor leszerződött rendező, látott engem, és mondta, hogy itt épült egy új színház, akkor már a társulat megvolt, csak éppen épületük nem volt, indul az új évad egy új színházban, és kellenének még színészek, és leszerződtetnének nagyon szívesen. Ez nagyon jól esett nekem akkor, mert az embert ritkán hívják, hogy ritkán találják meg. Ritkán beszélünk a Szurdi éráról, hiszen tudjuk, hogy egy fajsúlyos rendező volt filmjeivel, és általában belopta magát a szívünkbe is, és az a fajta stílus, amit ő képviselt,
budapestiként, amit elhozott ide, a színészekkel együtt mondom, az egy nagy lépcső volt, én azt hiszem, abban az időszakban. Te hogy élted meg? Ugye én nem ismertem őt azelőtt. Neki mindig volt egy csapata, akivel mozgott, és én nagyon irigyeltem őket, mert olyan együtt tudtak maradni, a Gordany Mária színi tanod a csapata, és az egy nagyon jó állapot, hogyha sokat vagytok együtt, nagyon ismeritek egymást, filmekből átmentek színházba, és ugyanazokkal az emberekkel dolgozol, sok musicalt csináltak együtt, én nem ismertem őket, tehát én úgy jöttem ide, hogy tök idegen volt, de az lejött meg, az nagyszerű volt, ahogy ő ezt együtt tudta tartani, mint egy apuka ezt az egészet. Fontos volt abban időszakban számodra a karrierépítés szempontrendszere, hiszen aztán szépen lassan jön a család. Tehát valahol ki kell kötni egy biztos helyen, ahol van perspektíva is, jó szerepek várnak, megbecsülnek, tisztelnek. Mindenképpen, persze, akkor már amikor ezt ide leszerződtem, akkor 36 éves voltam, és 2 gyermekem megszületett. Már. Hogyne. És ez egy elég fontos dolog, hogy az ember elő tudja teremteni az anyagiakat, és mindenképpen megnyugtató volt, hogy egy kőszínházban le tudtam szerződni. Igen. No, akkor mielőtt folytatjuk, hiszen a Szurdéráról még van mit beszélnünk, utána Vasvári Quintus és így tovább, azért beszéljünk a 3B-ről, mert ugye most már 3 gyönyörűséges név. Pont erről beszélgettünk műsor előtt, hogy Bíbor, Bora és Blanka. Így van. Úgy tűnik, hogy ez koncepció, hogy ezt kitaláltuk előre a párommal, hogy legyenek B-betűsek, de ez nem igaz. Az első név az tetszett, Bíbor. Második név, a második gyermekem az egy külön műsor, ő otthon született. Nagyon ritkán szoktam erről beszélni, lehet, hogy kevesen is tudjátok, ő otthon született, és én voltam a szülész. Nem értünk be a kórházba, és nagyon gyorsan jött, és én így büszkén szoktam mondani, hogy én hoztam világra, a párom ilyenkor azt mondja, hogy azért álljak le, mert neki is volt ebben dolga, de én nagyon büszkén ezt mindig elmondom, hogy én voltam ott a nőgyógyász. Ez egy csoda. Csoda? Életemnek a legnagyobb pillanata volt, igen. Ez most nem egy nagy mondat. Ez semmiképpen. És már kopik sajnos, és nagyon sokszor föl kell idéznem, hogy életben tartsam azt a pillanatot, de tényleg. És a véletlen hozta így, tehát mi nem készültünk, hogy otthon szülünk, klasszikusan otthon maradtunk, és nem ért oda a mentő. És bár voltak szomszédok akkor ott, de pont kiment mindenki a házból, és amikor megtörtént a szülés, és kijött Bora, akkor én voltam ott a párommal, igen. Szoktam mondani, hogy ilyen bibliai kép volt, mert van egy pálmánk, és pont alatta történt az egész, tehát egy ilyen bibliai kép alakult ki. De hogy igen, életemnek a legnagyobb pillanata volt, valószínűleg, hogy nem tudják überelni ezt majd senki. Ezt szoktam is mondani a középső gyerekemnek, hogy ezzel ő nyert otthon. Na mindegy, és ő azért lett Bora, mert hogy van a szél, ami bár Bora, a horvát szél, amit egyébként meg is tapasztaltunk, nagyon hirtelen jön, és nagyon intenzíven, és nagyon gyorsan, és akkor fönn volt a listán Bora is, és akkor egyértelműen ő ezért lett Bora. Blankánál pedig a harmadik lányomnál már koncepció volt, akkor legyen ő is egy B-betűs, ha már 2 az, illetve a párom is Bernadette. Tehát a 4B. Csak én vagyok. Rendben van. S. Hát nehéz lehet otthon, viszont csoda a másik oldal. Há, nem nehéz, de úgyis. Kicsit néha magányos vagyok, hogyha szurkolni kell. Most a kézilabda meccs miatt, de akkor egyedül vagyok, de egyébként nem. Nagyszerű. Karrierépítés. Mennyire fontos a színházban egy színművésznek a társak, a rendező, a vezetés, illetve mennyire fontos a közönség? Tehát most már így 15 év után a székesfehérvári léted az egyértelmű, hogy jó. De amikor megérkeztél, milyen gondolatokkal tetted? Hogy jöttél? Egyáltalán egy színművész hogy érkezik meg egy társulathoz? Mindig nagyon izgalmas, meg tele van félelemmel. Nekem az nagyszerű volt Nyíregyházán is, amikor megérkeztem, és a városban, ha kisvárosban megérkezik az ember, akkor én úgy fogalmaztam, hogy nem egy színházban, meg nem egy színész leszek, hanem a színházban, meg a színész leszek. Jó esetben akkor azt a karaktert, meg azt a vonalat én képviselem egy színházban, és mindennek ilyen határozott névelője lesz. És én azt nagyon szerettem Nyíregyházán is, hogy egy színház volt, és annak van egy közönség, és olyan a közönsége, hogy most már maradjak az előbbi példánál, minden olyan nagyon központban van, és nagyon jól átélhető az az állapot, hogy te vagy ott a színész. Úgyhogy ezzel nekem semmi bajom nem volt. Én nem is voltam Budapesten színész, annak ellenére, hogy egy pesti srác vagyok. Talán már el sem tudom képzelni. Miként építetted fel magad? Nem volt ilyen koncepcióm. Nagy szavakat használhatnék, hogyha kitalálnék most valami olyan mondatot, hogy akkor én most milyen karaktereket fogok meglovagolni, és mi lesz az irány, amit beteszem magam.
nagyon nyitott vagyok, soha nem voltak szerepálmaim, mindig azt vártam, hogy megszólítsanak, és azzal a feladattal megbirkózzak, amit nekem adnak, és abban a legjobb legyek. És ezek megtörténtek. Igen. Voltak éppen valamennyi érában. Melyik volt, ami emlékezetes számodra a Szurdi Miklós féle színházból? A Szurdinál, ott szerintem még kicsiket játszottam. Ott ilyen kicsi szerepeket kaptam, de ott a meghatározó inkább az volt, hogy bekerültem újra egy közegbe, és újra egy társulat tagja voltam. Ott hát volt egy fösvény, az nagyszerű volt. Abban az egyik, igen. Milyen számodra az ideális rendező? Egyszer azt mondtad, hogy a Szurdér a végén volt egy Valló Péter rendezés, ami számodra különösen kedves volt. A Plazma! A Plazma. És most nem jutott eszembe. És a Koldus operát is mondtad. A Koldus, ez egy nagyon jó. Te mondtad, mert nekem nem jutnak eszembe. Nem, most nagyon szerettem a Koldust is, tényleg. Ezek karakterszerepek voltak, de például igen, ezek nagyon fontos karakterszerepek voltak, úgynevezett nem főszerepek, amikor egész nap a színpadon van az ember, de a Koldus opera az kifejezetten eltalált engem, meg én voltam, aztán Miki rendezte. A Plazma meg egy kortárs abszurd, amiről beszéltem. Igen, hát az abszurdban otthon vagy, ezt tudjuk erről, szeretem. Majd a mostani érában is. Itt is volt rá példa. Lehet. Igen, ott a Való rendezte ezt a darabot. No, aztán jött a változás, Vasvári lett az igazgató, aki Quintus Konráddal érkezett igazgató helyettesként. Ők kicsit mást hoztak. Én azt gondolom, hogy szintén volt sok-sok kortárs, lásd a Finito. Az megint csak a tiéd volt bizonyos értelemben. Igen. És már Hargita Iváné, tehát itt már akkor párban járt ez a történet, hiszen Hargita Iván rendezte. Ezek a kortárs darabok mennyit segítenek neked abban, hogy igazából megmutasd magad, ami benned rejlik még? Hát annak ellenére, hogy jász srác vagyok, van bennem valami fajta modernség, az biztos, és az a habitusomban van egy nagyon mai, ami a modernséget képviselem, és akkor az ott szerintem meg tud mutatkozni. De a legjobban az mindig azt tesz helyre, ha Shakespeare-t játszik az ember. Erre mindig rájövök. Ha valamit is gondolok magamról, hogy hol tartok a pályámon, esetleg kicsit többet vagy kevesebbet, a Shakespeare az mindig berak, pontosan megmutatja, hogy mennyit tudok, hogy hol vagyok. De hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy a Finito, ja igen, ja, az egy nagyszerű dolog volt, Vasvári. Ha jön egy új igazgató egy színházba, akkor, és nem látott engem színpadon, akkor ez mindig nagy feladat, hogy megmutassam magam. És ez mindig egy izgalom a színészekben, hogy most jött egy új igazgató, ha nem ismert máshonnan, akkor azok alapján, amiket esetleg láthat az elmúlt érából még belőlem, azok alapján hogyan ítél meg, és miket fogok játszani. És nem tudom, hogy azok alapján-e, de nagyon nagy szerepeket kaptam a Vasváréknál, főszerepeket. Vörös Márti Gyűrű és Évad színésze. Akkor történt ez is. Igen. Ez mind a kettő nagyon fontos. Az Évad színésze, tehát amikor a társulat szavaz, én azt gondolom, hogy annál jobb, meg nagyobb elismerés nincs, amikor rád adják a voksukat, hiszen egyrészt ez nagyon szubjektív, minden elismerés, azt tudjuk. A másrészt pedig, ha azt mondjuk, hogy a színész az egy külön műfaj, mármint a lelke, az egója. Hogyne, persze. Tehát annál nagyobb elismerés nem létezik. Ez így van. Sértődékenyek vagyunk. Mindegyik szereplő azt gondoljuk, hogy majd ezt mit tudtuk volna megcsinálni, jobban meg tudtuk volna csinálni. Úgyhogy ha a kollégák azt gondolják, hogy az ott jó volt, azt tényleg nem közhely, szerintem ezt mindannyian így gondoljuk, és mindig ezt szoktuk mondani, akkor az a legnagyobb díj. Beszéljünk a Szikora éráról. Ugye ez egy furcsa váltás volt, hiszen Quintus Konrád az utolsó időszakban még volt, aztán már nem volt, és akkor jött teljesen más elképzelésekkel Szikora János. A kinevezése után ugye hossza elnyúlt az igazgató választás is, majd jött egy olyan éra, amelyben rengeteg új színész érkezett, úgymond nagy nevek, akik azóta is itt vannak, teszem hozzá, és emelik a Vörös Márti Színház rangját. Hogyan éli meg valaki, aki az már itt van ugye 7 éve, ezt a sok-sok változást? És ugye más lett a műsorszerkezet is, teszem hozzá. Ezt úgy éli meg az ember, szerintem az egy
Az egy nagyon jó hozzáállás, amint hogy elszerződnél valahova, ahova vágysz. Jó esetben, ha mondjuk úgy változik meg a színház, hogy olyan emberek érkeznek, meg olyan vezetők, meg olyan rendezők, akikkel szívesen dolgoznál, akkor ez egy nagyon kényelmes állapot is tud lenni, mert amint hogyha elszerződnék 100 kilométer arrébb valahová, de ez nem történik meg, mert én maradok itt, és ők jönnek körém. És 12-ben, amikor ez megtörtént, akkor valami ilyesminek voltam a részese, mint ahogy mondtad, nagy nevek, nem csak nagy nevek, hanem nagyszerű színészek jöttek, és tulajdonképpen vagyunk is a legnagyobb hányaduk azóta. Tehát együtt tudunk lenni, amiről beszéltem, hogy a gornagyosoktól ezt nagyon irigyeltem, hogy ők együtt vannak, sokat dolgoznak együtt. Itt most már ez azt jelenti, hogy 8 éve együtt vagyunk, nagyon sok barátom lett. Apró váltások, és ráadásul a művészeti vezetés sem változott. Fontos igen. Egyébként, hogy egységes a művészeti vezetés azzal, hogy Hargita Iván, Bagó Berci, Horváth Csaba és Szikora János, akik az alapdarabokat rendezik, plusz ugye megérkezett hozzánk Novák Eszter, Telihai, Zsótér Sándor, az azért egy zseniális történet. De miként éli meg ezt a színész? Nekünk nagyon jó, ha jönnek új rendezők. Ezt mondjuk nekik is, anélkül, hogy megsértenénk őket, remélem, hogyha ők rendeznek minket. Rendezőkkel is úgy van, ha egy olyan rendezővel dolgozunk, aki nagyon ismer minket, nyilván könnyebb, és az együttműködés sokkal komfortosabb. De ugyanez a hátulütője is. Ha nagyon ismernek, nagyon sokat dolgozunk együtt, nem kérünk újat egymástól, nem lepjük meg egymást, és ez valamilyen szinten beszűkíti a teret, és ezért mi vágyjuk azt, hogy hívjanak rendezőket, és ők ezt meghallgatták, és az elmúlt 2-3 évben szerintem kifejezetten sok vendégrendező jött. És ráadásul olyan darabok születtek meg az elmúlt 10 évben, ugye 2012-től, amin azt hiszem, hogy kulcspillanatokat adtak a nézőknek is. Érzitek egyébként, érzed a nézők szeretetét? Én elcsodálkozom azon, hogy most már azt tapasztaljuk, ugye, hogy már Pestről is járnak ide színházba. Nem is csodálkozom, hiszen fantasztikus darabok voltak. Hát igen, érzem, most magamról fog beszélni, azt nem mondtam az előbb, hogy 15 éve itt vagyok, és fehérvári lettem valamennyire. Most egy kicsit arról beszélek, most visszaugrok, nem erről az éráról. Jó, most csak az egy elég fontos dolog az életem, és ezt nagyon ritkán tudom elmondani, de most itt el tudom mondani, és nagyon büszke vagyok arra, hogy fehérvári színész vagyok, és nagyon jól át tudom élni azt, hogy színészként szeretnek. Az ember lehet népszerű a tévésorozatok miatt, meg film miatt. Ezt tudjuk, ez egy más, egy kicsit idegenebb is. Nem ismerik személyesen az embert. Az egy nagyszerű dolog, hogy 15 év után úgy szólítanak meg az utcán, vagy úgy beszélgetek velük, hogy amiatt, amit itt a színházban, meg fehérvári színészként tettem. A másik kérdésed, ez most az egészről szólt, a 15 évemről. Nagyon vegyes lett szerintem az emberek hozzáállása a mostani színházhoz, de jóval provokatívabb is a színházunk. Igen. És ez tök jó. Tehát szerintem egy színháznak ez feladata. A mindenki szeret minket, akármit csinálunk, akármilyen darabot teszünk föl, úgyis szeretnek minket, és mi ebben biztosak vagyunk, állapot szerintem nem egészséges egy színháznál. Nagyon sok levél érkezett, amiben támadtak darabokat, ezt is tudjuk. Volt olyan darab, amire nem jöttek el, kikérték maguknak, volt, amit nagyon szerettek. Szerintem, hogyha ez egészségesen billeg, és nem billen át nagyon arra az oldalra, hogy senki nem jár színházba, akkor egy színház szerintem jól működik. Kell három nővér, de kell Kartonpapa, kell Herner Ferike faterja. Hogyne, és tehát ez egyértelmű ma már. Igen. És ráadásul a színházlátogatók azt mondják nekem, jó néhány megszólítás után, hogy az az út is, amit a Pelikán választott most, az egy nagyon jó dolog. És a Kozák. Tehát, hogy a kamaradarabok, abban egyik oldalról kiélheti magát minden színművész, én azt hiszem, hogy olyan darabok, olyan darab választással se lehet gond. A másik oldalról pedig azok a nagy ívű produkciók, mint az Ember tragédiája, a Perej uram, az Ember tragédiája második rész, ha majd lesz, és azok mind-mind új. Ez így van. Illetve hát lesz operett most tavasszal, ne felejtsük el, a Mágnás Miska. Így van. Meg fog jelenni a nagy színpadon. Ugye elég nagy az olló. A színházi olló. Leányfalu, apropó a ház. Igen. A házról mindig mindenki kérdez téged. Hát igen, Petrocelli-be. Igen, ezt Sági, nem akartam mondani, de... Sági kollégám hív engem Petrocellinek. Ja, a Vágy villamosában rendőr vagyok, és akkor mindig kitalál valamit. És most Petrocellinek szólított, de ez emiatt is van.
Hogyne, de klasszikus módon sokáig építkeztünk, ez azért valamiért kérdeznek engem. De most már úgy, hát nincs kész most sem, nincs kész még. De nagyon jó, egy családi ház, leányfalun, nagyon szép környezetben, jól vagyunk, építjük. Örülök neki. No, még a filmről kell, hogy beszéljünk. Igen. Mert a Burján Zsigmond barátom és kollégám filmje csak még egyszer előre is egy olyan lépcső az ő számára, meg mindenki számára, hiszen most azért fontos ezekben a napokban, ugye az Uribe áttörés 77. évfordulója környékén vagyunk, hogy már beszéltünk itt a műsor előtt a Doni emléktúráról, aminek most Székesfehérváron központja, és hát fontos főszerep a tiéd, és a Csak még egyszer előre sikere bizonyítja, hogy a Szétszakítva, tehát a második rész is méltán tart érdeklődésre számot. Hol tartotok ebben? Hogy vállaltad el, hiszen én láttam, hogy azt nem mondom, hogy lubickoltál benne, mert az méltóságon alul lenne, de remek volt az első részben. Milyen lesz ez a második? Hogy vállaltad el, hogy tudsz azonosulni ezzel a szereppel? Köszönöm szépen, ha tetszett. Hát azt mondtam, hogy Nyíregyházán katona szerepeket kaptam rögtön a karakteremnél fogva. Úgyhogy az azonosulás, azzal nincs baj. Bár én sokkal kevésbé vagyok vezető alkat, mint egy ilyen ezredes, aki embereket vitt, és nem akárhova a háborúba. És hogy ezeket úgy tudta vezetni, hogy hallgattak rá, hazahozta őket. Ez eléggé hiányzik belőle. Tehát, hogyha mondjuk meg kell küzdenem ezzel a szereppel, akkor ott nagyon erősen kell dolgoznom azon, hogy ez megjelenjen bennem, ez a vezető, aki után mennek az emberek. Én magam nem vagyok ilyen. Sokkal inkább szeretek tartozni egy csapathoz részként. A másik fele meg megint vissza tudok csatolni oda, hogy fehérváriként én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ugye a legtöbb film Budapesten készül, ezt tudjuk. Én vagy ott Budapest központú az ország, nincsenek filmstúdiók vidéken, nincsenek olyan filmstúdiók vidéken, amik a régióról szólnának, a régió problémáiról. Úgyhogy ez egy nagyszerű dolog szerintem, hogy Fehérváron készül egy film, egy fehérvári katonai ezredről. Igen, tehát Sipos Gyula, majd látni fogjuk. Úgyhogy büszke vagyok rá, hogy ott vagyok. Jó, tehát akkor én szép színházi estérket kívánok neked. Bernadettnek, Bíbornak, Borának és Blankának pedig minden jót. Leányfalun. És hát Petrocellinek pedig, hogy kopjon le ez a név róla. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A fehérvári beszélgetésben Tűzkő Sándor, a Vörösmarty Színház művésze volt a vendégem. Viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak.